Már be kell állítanom, hogy sziasztok, kép és hang is van, és azon belül nekem. Nekem itt a húsok azok rendesen beválthatóak, gondolom már észrevettétek. A harcon hatnak itt feljebb kéne kerülnie, hogy ne lógjon bele a tálcába. Jó, hát most tűnik, hogy nem a szokásos nézőközönségemmel leszek. Ők is valószínűleg majd egy utólag be fognak esni. Akkor majd velük is megismerkedhettek, tök jó, egy kicsikét máshogy látjuk a világot. De azért itt is így kedvesen fogadjuk az embereket. Nagyjából röviden és tömören annyit akkor erről a játékról, de már nagyon benne vagyok, és mindjárt megvisszük. Ez egy ilyen bázis management, meg egy ilyen kis űrstratégia. Ilyen körökre osztott, mindig egy adott egységgel léphetünk, és kell fejleszteni a kapitányokat. Még van egy szabadon ellenezhető kapitányom egyébként, csak az pancsaj. Akkor most így a nézőkről neveztem el őket, ezzel is próbálom így egy kicsit személyesebbé tenni ezt az egész dolgot. És azon kívül, meg így mindig mondom, hogy ki mit csinál, így. Meg ők is azért egy kicsikét így befolyásolják az eseményeket, tehát azért megkérhetnek engem, hogy hát azt a T-5-ös hajót hagy vezessem. Tehát itt a legdurvább hajó vezetését is itt most átadtam, alapból
szeretek én beleülni, de valaki mondta, hogy szeretné inkább a saját karakterét, amúgy meg nekem még egy ilyen kis forgolódó macskám van. Sajnos farkas még nincsen. Na, nagyjából itt van a térkép. Ó, itt tényleg is halat akartunk vadászni. Itt látható a térkép. Ezen belül itt a hajókat tudom mozgatni. Na, remek. És különböző birodalmak vannak itt. Röviden estemelen itt fogunk a legtöbbet ütködni, ez a saját birodalmunk. Itt már a legtöbb helyet így már kolonizáltam, bázisokat építettem, és ez a sárga annyit tesz, hogy automatikusan gyűjtik be a nyersanyagot. Ezek a kis drónok itt hozzák nekem a nyersanyagot. Itt kalózok voltak, még most is vannak, de ők már a velünk szövetségben lévő kalózok. Itt meg van egy olyan birodalom, aki teljesen utál minket a többiekkel, meg ők ilyen kisebb. Hát többnyire inkább szövetséges birodalmak, tehát velük pont úgy van kitalálva a játék, hogy jóba lehet lenni, már jóba is vagyok. És itt vannak a bundás űrvizslik, amit a játék rulloknak hív, de igazából ez egy... Mutatok egy olyat, tehát a legelső példány, amit így megpillantottunk. Egy ilyen kicsit keresem, hogy pont arra emlékeztet, mert innen kapták a nevüket, így az egyik nézem, hogy megszólal, hogy jé, bundás űrvizslik. Tüskés bundás űrvizslik. Hát már csak a nagyobb fajták vannak. Tehát tier 2-es, tier 4-esek, és fullos, kimaxolt egyénység. Már egy... Megint 10-en vagyunk. Jutika, hogy került alulra? Na, és van egy bázisom. Ez a bázisunk itt... Hát ezt is már eléggé szépen itt kimaxoltam, ahogy lehet. Még egy pár helyre építhetek dolgokat, de nagyon nem kell. Mondjuk... Már viszont tier 6-os hajókat még nem tudtam építeni. Itt vannak a legnagyobb hajók, ez a legnagyobb hajógyárom, és... tuningolom a hibrid hajómat, a hajók azok itt láthatók. Ezekkel fogunk harcolni, és minden egyes hajóhoz kell egy ilyen kapitány, aki így vezeti. Akkor ott vannak a nézők, és akkor Zolit voltam olyan kedves, hogy beleültettem a főhajóba, ez a legdurvább hajónk jelen pillanat. Tehát ez mindent tud. És nagyjából úgy néz ki, hogy ez egy hibrid hajó. Tehát konkrétan mindent tud, azon kívül három fő kasztálható így a játékon belül. Van az Engineer, ők a tankok általában. Sok HP, öngyógyító képesség és ilyen, van egy pár brutális sebzésük. Akkor van a Science, a tudós. Ők ilyen supportok, tehát gyorsítás, pajzs, heal, ugyanúgy, de ezek így már többfajta healek. És van végül a DPS, a taktikus. Ők tök főleg az ellenség bénításához értenek, sebzésnövelés és nagy sebzéssel, tehát ők egy kicsikét többet sebeznek, mint a többi. És akkor tankok az ugyebár táposabbak egy kicsit, tehát most ilyen pillanat plusz százalékos bónusz kap, tehát ez a hajó úgy rendelkezik 4000 HP-val, hogy így még 9000 ott van pluszba. És akkor itt vannak ugyebár a fő parancsnokok, még őket is bemutatom. Hát így külön talentelhetőek. Itten egy ilyen javító talenten indultam el, tehát nekem itt nagy a javító képességem. Azon kívül vannak ilyen ritkább képességekkel rendelkező, ilyen epic képességgel rendelkező egyedek. Belőlük most ilyen pillanat csak három van, és egyébként szerintem fullosan ki is maxoltam a legénységet. És az a lényeg, hogy ez csatákban általában egyszer használható, de az azért nagyon erős képesség. Nekem itt van egy ilyen frontális ütközés képesség, amely így 300%-kal többet sebez egyszerre minden ellenséges lényben, szóval ez egy kicsit erős ilyen csapatkivégző képesség. Közben itten ilyen űrhalakra vadászunk, legalábbis most az volt a haditer. És azt nézem meg, hogy tier 5-ösök, meg a hazaérkező flotta az pont, hogy... Hát
egy ilyen kisebb terület. Tehát nem egyenesen jönnek erre, hanem még egy kicsikét itt. A Hudson Hotba megpihennek, ez itt a főbázisunk. A sztoriról nagyjából annyit, hogy egyszerűen ide csöppentünk erre a bázisra, így felfedeztük. Tehát kicsikét olyan Star Trek Voyager, tehát így elkerülünk a világ a galaxis másik felébe, ami jelen pillanat inkább csak a közepe. És akkor így rátalálunk erre a bázisra, elkezdünk vele ismerkedni, fejlesztjük, kutatunk, és egyszer csak észrevesszük, hogy támadnak minket a Krúlok, a bundás űrvéslik, és akkor velük felvesszük a harcot, miközben itt olyos fejlődött. És akkor idővel halad előre a sztori. Kiderült már, hogy az anyabolygónknak lőttek, azt a bundás űrvéslik voltak olyan kedvesek, hogy elpusztították. Anyavajások. És akkor ilyen pillanat most mi vagyunk az emberiség utolsó reménye. Meg úgy nagyjából most ilyen pillanat a másik négy szövetségesünknek is, mivel mi voltunk a egyes egyedül elég erősek ahhoz, hogy felvegyük a harcot most már a Tier 6-os Krúlok ellen. Mivel ők itt már egy kicsikét erősebb hajókkal érkeztek, mint amik nekik voltak. Tehát a Tier 4-es most a legdurvább, amivel a összes többi faj rendelkezik. Nekünk nemrég készültek el a Tier 5-ös hajóink, a főhajó az Tier 5-ös, és most tudunk gyártani Tier 5-öseket is. Jól tudom, itt gyártam a Champion-t, egy Tier 5-ös tankhajó, és hogyha már itt tartok, akkor legyártok egy másik típust is. Hát itt vannak a legdurvább hajók, tehát egy kicsikét már a játék vége felé járok. De a legelején vannak a Tier 1-es kis hajók, egy Tier 0-es, egy ilyen kis gyűjtögető. Itt ilyen, tényleg ilyen nagyon kis alapbézik hajók, aztán hogy haladunk felfele, így egyre nagyobbak lesznek. Egyre többet tudnak, egyre nagyobb a sebzésük. És akkor egyre durvábban is néznek ki Tier 4. Végül itt vannak a Tier 5-ös hajók. És itt van a Champion, most ezt gyártjuk, hogy ez egy hatalmas tankhajó. Összesen van 5000 HP-ja. És akkor itt van a Paragon, az 6000-es, de viszont a Champion az több sebzéssel bír, szóval őt választjuk. Itt meg szerintem egy supportot fogok választani, és itt a Wizard az, akit továbbfejlesztünk. Legalábbis a Warlocknak a erősebb verziója a Wizard. Szóval most azért építem le ezt, mivel eddig Warlockkal mentünk, és akkor most Wizard lesz a következő, akit legyártunk, és akkor jó sok nyersanyagba is kerülnek. Közben itt vannak mindenféle passzív kutatások, itt szerintem már csak az üzemanyag. Hát az igazságból jelentéktelen telő üzemanyaggal, ilyen tizen akárhány üzemanyagot használunk el, amikor kiküldünk egy flottát. Szerintem már bőven túléltem azt, hogy üzemanyagot kell így termelnem meg, csökkenteni az utazás költséget. Közben itt nekilátok, felgyorsítom a hajók gyártási sebességét. Hamarabb osztassuk így az ötös, Tier 5-ös hajókat. Közben Lajos, téged. Ja igen, te itt elkezdtél dolgozni. Közben itt nemrégiben védtem meg ezt az alsó két birodalmat. Itt mindig egy kicsikét tudnám hasonlítani egy kicsikét a StarCraft-os lényekhez. Itt a Xalrok egy kicsikét amolyan Klingon. A kollektív Karazán az egy kicsikét ilyen vulkáni, ők pedig itt a hogy is hívták azokat a kereskedőket, akik így mindig szerettek így. Hát így mindig próbálnak túljárni a másik fejeszén és saját malmukra hajtani a vizet. Mindenféle adót meg stb. Szabnának ránk. Viszont itt... Ó, elkészült az új hajó. Na, a legdurvább Tier 5-ös. Azon kívül már csak egy, hát nem egy hajó típusom lehet Tier 6-os, az pedig a hibrid hajó, tehát azért az a legdurvább főhajó. Nekem most nincs hajom, akkor most hirtelen kinevezem magamat. Közben itt hozzánk nekünk a relikviákat. Ez a jutalmunk, mivel
teljesítettük azt a küldetést, hogy védjük meg őket. És akkor ezeket majd ki tudom aknázni, valahogy. Tényleg? Egyébként, ja, részletes, tetszik, egyébként stratégia, tehát olyan hű, de nagy akció elemek nem lesznek, kivétel, amikor harc van, akkor egy kicsikét látványosak lesznek az effektek, tehát így a játék legelején a tier 1-esek is így egy harmadát leveszik a pályának, képességileg, és akkor a tier 3-asnál így már betöltik az egész képernyőt, és akkor a boss fightok azok nagyon látványosak, egyébként kár, hogy lemaradtatok arról. A tier 6-os bossok, tehát ilyen mini bossok, tehát amiket itt most győztem le, azok is érdekesek, de vannak ilyen hatalmas űrbestiák, amik na azért azok látványosak. Ezt majd szeretnék mi hamarabb egy harcot. Közben itt vannak ilyen kisebb események is, így játék közben. Sokan vagyunk a... Hol? Sokan vagyunk, hát... Legyünk még többen. Hát ez nem jött össze. Lehet, hogy inkább hagyni kellett volna. Mindegy, hazaérkeztünk, és akkor azt mondtam, hogy akkor itt jövünk űrmurlokokat vadászni, mert ezek is egy kicsikét így emlékeztetnek a murlokra. Tényleg! Kiloknak átadom akkor a főhajó parancsnokságát. Nem kosztomizálás, kiveszem a hajót. És akkor itt ez a legnagyobb hajó, és akkor mivel Kilok az, aki így az előző flottában volt, ja várj! Ez nem jó. Tier 5-ös csak 13-as irányíthat. Akkor bocsi Kilok, maradsz a Tier 4-es hajónál. És akkor így küldöm ki az osztagot. Jó, megkaptuk az utolsó ilyen, hát ilyen kincset. És akkor remélem ezeknek majd lesz értékes hasznuk is. És egyébként ahogy elnéztem, így a játék egy kicsikét próbál igazodni a játékoshoz. Tehát így olvastam, hogy valaki 600 mentős és még sehol se, 600-ig napja és sehol se tart, én pedig 300 és már is itt a krúlok űrje megjelent nekem, meg azon belül még ez az űr is, tehát ezek később jönnek. Meg a űrmurlokok is, ez most egy ilyen extra verzió. Tehát, és már elég sok mindent tartalmaz a játék. És akkor őket levadászom ahhoz, hogy ezt a hajót fejlesszem. Tehát ők adnak nekem ilyen artifaktokat, tehát gyakorlatilag vadászni kell őket ahhoz, hogy így fejlődjön ez a hajó. És akkor látjátok, tehát ez egy ilyen hibrid hajó, most egy support. Tehát Zoli, ő egy... Egyébként itt van már egy kis átmenet a kaszkok között, Zoli egy ilyen átmeneti kaszt, azért vannak ilyen speckó képességei. Félig tank, félig pedig support, és ezért egy ilyen, ilyen support, meg ilyen tankos képességeket kaphat. Ez egy ilyen lifesteal, és azon belül most a hibrid hajót, egyébként mutatom, hogy szerintem mutatom egy kisebb hajót, tehát a tank hajó az itt csak ilyen tank képességekkel bír, ezek a sárgák, az engineer képességek. Van olyan körönkénti folyamatos sebzés, van a heal, tehát az önmagát leveli, ott írja a self, azon kívül tud mást is gyógyítani. És ezeknek a hajóknak van olyan képessége, hogy önmagukat így halsolják. Akkor itt van a taktikus hajó, ez itt DPS mennyiség, és itt van egy ilyen erősítés, ez itt mindenkinek növeli a sebzését. Szerintem tehát állítok valamit. Lehet, hogy marad ennél a hajónál. De ez a hajó, ez pedig mind a három kaszttal bír. Itt van a DPS kaszt, a support kaszt, pajzsal, hűlekkel,
egyéb debuffokkal, egyébként minden kasznak megvan a saját gyengítő képességeidre az ellenségre nézve, meg a saját buffja. És a hibrid olyan ilyen speciális képességekkel is bír, az egy nagyon képességek. Akkor én most ezt adtam neki, az nagyjából egy ilyen életlopós képesség. És azon belül Zolinak is van egy konkrétan ugyanaz a képesség, csak így emberfüggő, tehát ezt a hajó képes csinálni, ezt meg az adott ember, tehát ha átraknál egy másik hajóra Zolit, akkor az a hajó is képes lenni ezt használni. És akkor így mindenki itt lehet így specializálni, és az elején nincs is ilyen sok képesség, tehát akkor itt egy sort töltenek ki, most meg ez a hajó, ez tele van mindenféle képességgel. Közben itt van az, hogy ki kell törni itt, ki mire immunis, és ahogy elnézem itt a lassítás ellen, ketten immunisak. Szóval ezt fogom használni, és utána le tudom lassítani őket. És akkor most el is kezdem a harcot, itt a harc elején be lehet állítani, hogy ki mit csináljon. Mondjuk azért mentem most vissza a bázisra, mivel ezek ilyen küldetésenként csak adott mennyiségszer használható a küldetés, annyit tesz, hogy amíg vissza nem megyek a bázisba, addig nem töltöznek újra, és az előző harcokban ezt így egy kicsit sikerült lenulláznom. Tehát a healek azok itt teljesen kifogytak. És itt viszont szerintem megpróbálom azt mi hamarabb legyőzni. A főhajót azt itt felgyorsítom, ez is így a szóli képességet. Ennek köszönhetően most már sokkal többet fog egymás után lépni. Akkor itt van most Hulka Zoltan, meg Kilokka, ők fognak itt harcolni. Hát Hulka Zoltan a szokásos módon szeretnék mindenkinek a támadást, tehát ez egy ilyen erős képesség, hogy ezt össze támad is. És Kilokka az pedig itt a láncsát, ez is már egy nagyon erős képesség. Mert közben ebbe az űrbe, ahogy elnézem, ez az effekt nem hat rájuk. Szóval az effekt annyit tesz, hogy sokkal inkább sérülékenyebbek lesznek. Akkor már nem is biztos, hogy az űrlancsát használom. Megpróbálom inkább talán mi hamarabb vidálni egy ilyen frontális ütközésre, gyakorlatilag belemegyek egy ilyen félig meddig kamikáze képesség, mert van, hogy megsérülhet a hajom. Ott most kiírta, hogy no effect, azaz nem sérül. Megváltoztunk a pajzsokat. És akkor ez is itt már teljesen low HP-n van. Közben ilyen téged legyengítelek. Tudom, mert ezzel mindenki kapott egy olyan debuffot, hogy most már képes őt lassítani. Akkor megjön valami támadó erőt, még többet támadunk. Az a baj, hogy ezek nem tartanak sokáig. És most belassítom az egész magát, azért lesz jó, mert most már még többet jelentek a mennyiségek. Ezt beszéltem, azt itt már szép is idadom. Infekt, jól már mindkettőjüknek le van gyengítve a támadása. Hogy igazából szerintem így elkezdtem így megtorpedózni őket. Szóval mindjárt elkezdtem összefolyozni az életet ebből. Mert neki még sokáról van, szóval belőle sokat tudok keresni. Van ez az ultimate képesség. Most fogom és így körönként veszik 1000 HP-t, szóval egy nagy szám, a legelén ilyen 100 akárhány HP-ja van egy hajódnak, és akkor körönként akkor ezt az 1000 HP-t megkapom. Mert ilyen automatikus gyógyítást kérnek szépen ide, most körönként fogjuk egy gyógyítani. Hát itt ez a hajó meg még el van egy előre, és most elkezdem sorozni ezt 1000-rel. Szóval, hogy most a support, meg van sötét anyagvihar, ez egy ilyen OLI skill. Hát ez is gyógyítani fog, de most ezt a halott, ez gyakorlatilag egy most egy vampír. Jó, most egyszerűen
a bebben lövök, mert akkor a piroka ilyen gyengék képessége le tudja szedni. Tehát ezek kevesebbet csöpeznek. Nézzük a láncsát. A láncs az nagy esélye meg fog jönni. De meg tovább gyorsításokat kérek. És pedig időre eltűnt az ötöket, és akkor itt csak ő szolidálható itt a fronton. Ott a lassítás, az muskára abba fog maradni. Vannak olyan képességek, amik így kombolszák az adott képességeket, tehát itt Ilokának van egy olyan képesség, ami sokkal többet sebez, 150%-os extra bonus kap, hogy az ellenség le van lassítva, viszont ezt akkor érdemes használni, amikor így az effekt mindjárt eltűnik, mert ha kiaknázik ezt a kombó képességet, akkor így az effekt is eltűnik. Tehát akkor nem lesz lelassítva az ellenfél. Itt még több HP-t szívnék ki belőle. Az ellenségből gyógyítom vissza magam. Pont eltűnt az effekt. És akkor itt van ez alapból ott van, hogy kombózható a lassítás képességgel. De mivel eltűnt, azért most inkább kap egy ilyet. Hát, 8000 HP van. Figyelj, furkozottan a 3000-eshez képest még mindig semmi. Ebből HP-t tudunk szerezni. Elkezdtem felhúzni a pajzsokat, most direkt erre a hajóra egy kombó fog érkezni. Nem. De én tudom, hogy mit akar. És fogom átveszem fel az utához irányítást. És akkor amondó vagyok, hogy ezt a hajót támadja, mert ez a legtáposabb. És most fogjuk és nincs több ilyen hírelő képesség. Mert mikor fog visszatölteni? A következő körre nem lesz meg. Szia macska, igen, köszönöm mindenkit a macska. Így utólag beesik. Igazságban most már szép lőjük. Nincsen sok HP-ja. 4000 és remélem, hogy az kell, hogy legyen még egy támadás. Vagy itt van a hibrid, vagy teli van támadásokkal. És nem is érünk olyan sokat, mondjuk nem sem, hogy vajon megint kapunk egy óriási bestiát. Nem is tudom, hogy megpróbáljuk-e megküzdeni azzal, ha kapunk. A materiált felvesszük, igaz, már automatikusan szállítanák. És szerintem... Jó, visszamegyünk. Itt viszont jön valami, miért jöttök. Kollektív olyan felénk. És minden igaz, hogy még nem százas velük a priónk. Már inkább tudod mit? Hoppá, belolgott a hálózat. Akkor itt visszatértünk, hány nap múlva fejezem be? Oké. 5 nap múlva befejezem a munkálatokat, akkor szerintem 2 flottára fogunk szétválni. Lesz egy, ahol vagyok én. És lesz egy, ahol Zoli önmagába itt a hibrid hajóval szét fog szedni minden krult. Most Zoli most sokat fog szólózni, ha már lehet, utána én vegyem át. Mert akkor tudna megint egy ilyen 3 fős, tehát mind a 3 kasztos csapat menni. Azon gondolkodok. Én itt egymagam leszólóznak mindent. Én vagy Zoli. Zolinak, de nem, alapból a hajó is rendelkezik lifesteal-ekkel. Meg talán nekem egy kicsikét több az öngyógyító képességem. Tehát itt van a harci, az űrharc. Itt van nekem 2
gyógyító képességem. Zoli, ő pedig... hát a gyorsítással rendelkezik, meg a Dark. Hát ezek meg így körül... hát minden egyes csatában használható életdobások. És akkor itt van, hogy ki milyen képességet ad a csatába. Úgy van Tamaszett, ő is a rev-up üzemmódba, a csépelő üzemmód. Az a baj, tier 5-ös az a hajó. Nem tudom, hogy ha tovább fejlesztem tier 6-osra, mivel ez az egyetlen hajó, aki tovább fejlesztető, akkor ugyanúgy egy 13-ashoz képes lesz elvezetni, mert 13-asat vezethetik ezt. Mindenki, aki elérte már a 13-as szintet. Meg a harcokban a szerezhető tapasztalat mennyiséget lehetne növelni. Ha ezt rád bíznám forkozoltan, az 8 nap lenne. Viszont 50% helyett 60%. De meg itt el kéne kezdeni ezeket itt elemezni. Jó sok napba telik, legalábbis így, hogyha egy hozzá nem értő kezdene bele, de ide hozhatok ki ilyen emberkéket, és minden mutatja, hogy kinek hány nap alatt fejeződik be a keze alatt ennek az adott relikviának a research-t, research-nek hívja. Research-oknak a elemzése. Ez itten egy engineer kell, hogy elemezze, ez amolyan hibrid, statikus, ez meg a tudományos. Viszont én szeretném szétlőni még az idegeneket, szóval mikor fogom befejezni? Egy pár nap. És hogyha megengeditek, akkor én szeretném elvinni szólóba. Nem vihetem el szólóba, mert... nem is tudom. És nem, itt van az új hajó. Ezt megkaphatja a Korszoli. Én meg akkor átveszem a parancsnokságot. Ezen a hajón, már akkor így még táposabb lesz. Én plusz 1000 HP-t adok neki. Egy küldetés alatt táposabb lesz. Azon kívül egy ilyen szóló buildet kéne neki adni. Jó, ez a heal jó. Nem, sőt, hogyha szóló, akkor inkább már legyen ez. Engineer. AOE lassítás. Jó, és ez megkombózható a lassítással, ez jó lesz. És akkor téged furkozoltan, Zolit, és akkor... kilokot. Lehet, hogy Tamaszettet kéne. Ő is fejlődjön mi hamarabb. Na, majd akkor Tamaszettet küldjük ki. Én meg addig elindulok itten. Megnézzük, hogy mire képes ez a hajó egy maga. Egy új flottát. Szóval, és akkor ez lesz egy maga ez a hajó. Szétszed mindenki, teli van ilyen mindenféle extra bónusszal. Majd elnézem... hogy van? Aha, Tamaszett itt befejezte a munkálatokat, legalábbis egyszer már végig tolta. És ennyit akartam megvárni. Kilok. Utána akkor átveszi a helyét, ő fogja nekünk itten a nyersanyagot gyártani, ugyanis bázisan belül tudunk gyártani. De viszont azon gondolkodok, hogy már... talán van elég nyersanyagunk, inkább a hajókat kéne tuningolni. Csinálhatóan ki vannak tuningolva a hajók. Hát, hogy a nap számos lesz, akkor a jó munka neki. Speedhez meg tudós kell. Ez nem lesz jó. Kiloknak milyenek itt a képességei? Ja. Kilokot akkor, hogy napszámosnak beállítom ide.
Vagy... Nem, nem, kell napszámosnak, inkább nyersanyagunk legyen. A főbázisunknak most... Jó, nincsen full HP-n, de kicsikét javul magától is. És akkor itt akkor az új flottát... Ó, van még murlok. Azt mondja, egy tier 5-ös és két tier 4-es. De meg akkor a fő flottát. Kérném szépen, és akkor ezt is itten átalakítjuk. Ugyanis itt van nekünk egy 5-ös varázslónk. És akkor átadom az új 5-ös bajnok vezetését. Így. Ja, nem tudom átadni Tamasetnek, mivel még nem értem a 13-ast. Akkor viszont marad a protektor, és akkor azt fogja vezetni Tamasett, csak hogy fejlődjön. És akkor itt van a revap üzemmód. Jó, mindent megjavítunk. Most két irányba megyünk, két flottával. És akkor itt előbb megértetek, mivel ez a saját rendszerünkben van, saját birodalmunkon belül. És itt szépen levadásztjuk ezeket a halakat. Tényleg ezt nem állítottam még el, mivel az újonnan érkezett, ilyenkor automatikusan rakja be a dolgokat. Kell nekünk a heal, kell nekünk ez, a pajzs, és akkor még kettő extra, amit kioszthatok képességügyileg. Most írva tett. Kombózható. Ez egy két debuffot rak az ellenfélre. Kéne egy jó lesz szerintem. És akkor legyen ez, mert ez sokkal többet sebez. Azon kívül azt nézem, hogy milyen debuffot rakunk még rá. Szerintem jó lesz ez. És szépen. És kiválasztottuk, hogy ki mellé. Aztán a következő nagy hajunk az akkor egy taktikus lesz. Direkt neked kutazoltam. Azt akkor Tamasett kapja meg itt a gyorsítást. Kutazoltam, te pedig itt megnézzük, hogy őket azt a lentit be lehet lassítani, őt is lehet lassítani, őt nem lehet lassítani. Most nincs hibrid hajom, szóval maradunk ennek a kettőnek a lassítása mellett. Szerintem itt azonnal átárunk rá, de ezt nem kegyelmezünk. És itt a revizem mód. Megcsináljuk egy kicsit. És nem kevéssel. Ilyenkor semmi más nem tudunk csinálni, csak támadni. Viszont azt rendesen. Mondjuk meg akkor a támadó erőt is. 35%-os sebzés. Szerintem eltűntem a combo. De most már egy kicsit kevesebbet sebez, mint egy most is sokat, és egyszerre jó sokat tudjon. Szerintem, hát mivel nekünk egy se. Ebben leamortizálták itt a seregünket. De mi legalább már szétszedtük az egyiket. Jó, ezt fogom leszedni, mert ezt még le tudom lassítani. És akkor ezt kevesebb problémát fog okozni. A pajzsokat visszük fel. Nem akarunk meghalni. Itt meg arra a véget ér. Két nagyon erős debuff. Szerintem benyomom ezt a hírt. De pedig ilyen hírt nyomok. Hát ez itt leszedi majd ezt az effektet. Az engine-re erre jó. És akkor azt mondtam, hogy ezt belassítjuk, hogy kevesebbet tudjon nézni.
és mindig alul mutatja, hogy ki mikor fog lépni. Na, akkor elkezdjük kiszívni a sötét anyagot, ezáltal az életüket, és így kiszívjuk. Gyengítsük a támadását. 25% sebzés. Ide jöhet a self-heal. Nagyon jól tudja ez a jó bírni. Rakunk még egy gyengítást. Visszahíleljük magunkat fullosan. A lassítás effekt az mindjárt nem egy, szóval akkor itt megindítom. Vélem se tudjon sokat támadni. Egy csike megtrollkodik a háttérbe. Itt meg átállunk a repbe. Átállunk a nem kimélünk titeket üzemmódba. Legyen először a hír. Remek, és akkor nem is támadtak, nem tudtak támadni. Van, hogy elmondják az összes képességüket, és utána nem lehet támadni. Ez általában akkor van, hogyha kevés képességet van. Ez egy ilyen pillanat kevés képesség. És akkor nekünk is itt van egy olyan, hogy fel tudjuk spammelni ez a kitérés. És akkor, hogyha nincs más, tehát ilyen soha nem volt. Ezzel szépen lehet. Hát fúrkozottan, én bőztem meg. Kérdően láttam azért megoldani a dolgot. Ez is mindjárt értél, akkor egy szemben a debuffot. Szépen meg is mindjárt egy kicsikét. De nem még egy hírom, utána szépen. Van nincs kegyelem. Belőlük fogjuk tudni tovább indulni a főhajónkat. Van 13 artifakt, és ezeket kell gyűjtenünk itten. Szerintem még egyszer tovább küldelek titeket, ott a föntieket is írtsátok ki. Valakit, akik nem olyan kemények, tier 3-asok. És egy tier 1-es, az itt még semmi. Ide készítem a főflottát. Közben én is itt megérkeztem. Hát ez az ő tankjuk tier 4. Hát az egy tier 5-ös hibridemhez képest. Kicsit több a HP-ja. De ezek mondjuk a fő ellenfelünk. A bundás ünnésli. Püskés bundás. És különböző ízesítés ünnésli. Ez a szóló tűz, ami ilyen igaz. Van itt több lassító sebzés. Ezt ránk is cserélem erre. Cseréljem. Cserélem. És akkor utána itt a saját képességemmel itt el leszek. Először is ne várj, milyen effektek vannak. Milyen nem vagy immunisak. Aha, jó, nem szoktam használni. Hogy lehet beléjük egy űrlandzsa. A tier 2-es egyben szétlődött. Noi! Üdv! Úgyhogy ide tévedtél. Ráadásul pont a hájtszal hat streamemre. Őszintén most elgondolkodtam. Kéne neked ide egy kard vagy. Ez az a stream lesz, ahol csak pihenhetsz. Ja, hát van egy ilyen kis ticám, ő köszönti azokat, akik így újonnan érkeznek. Nagyon aranyos, ugye? Hú, közben elkezdtem itt egy kis írni belőle a maradék HP-t is. Azaz, itt mindenkit vár. Szeretettel ez a kis cica. Az itt közös képességem az. Felséget pihen. Ugye? Van tudod, hogy a kis aranyos. És akkor
gyakorlatilag meg se harcolni, annyi életet szívok el, tehát a 800-ot belsebbet, az 700 jön vissza. Tegyetlen ez a hajó. This is a monster. Igen, sokan vagytok már itt, csak nem... Ó, megvan! Tudom, mit adok neked, Noi. Van itten egy... hát, kissé szőlte, de ő az egyetlen egy női karakter, szóval... Hogyha... Nem tudom, karakter... legyen Noi, simán így. Szóval... Itt van Noi a csapatunkba. Játékon belül. És akkor... Most így téged ért az a megtiszteltetés, hogy rólad neveztem el egy karaktert. Közben ide jöttem, és itt tovább írtam el a Pundási Rúzslikát. Szerintem itt bezárom ezt a portált, és csak itt tier 4-es védi. Kebezett a fő feladatom. Közben itt a többiek is megérkeztek, itt van Furkozoltan, Zoli és Tamaszett. Ők itt fogják, és hát így az ellenségeinket egy kicsit elteszik lábalól. Kicsit így meguntuk azt, hogy folyton itt eljöttök a területünkre, azt szórakoztok. Nem engeditek, hogy hozzahozzuk a nyersanyagot. Hát akkor most... egy MMS... tiszteleteli űrkal, amikor címet megkapott. Bátor nagyon... egyébként neki ennek a karakternek van extra speciális képessége, szóval ez... még inkább egy ilyen különleges karakter. Nem, ez egy nagyon okos, tehát ő sokkal több mindent tud, mint a többiek. Az igen, ez kicsit majdnem olyan, mint a Rage. Enket gyakorlatilag a mi gyorsító képességünket használják. Csak amilyen kezd egy kicsit hatásosabb. Szerintem jöhet egy sötétebb az, amit az. Egyébként pont egy tudós csaj. Tudós a csajszik. Ja, ért a programokhoz. Úgy közben itt nem tudom, a szett átállt. Itt a revizem volt, hogy most nem fogja kimenni őket. Most nézem, hogy mindenki ő egy tank. Ő meg akkor egy... taktikus. TPS, aztán nem pont jól van. Tehát a engine-nek többet sebeznek bele. Így jó lesz. Hagyítottam rajta. Ezt itt... ezzel kombózhatnánk. És potenciálisan többet tudjuk belé is sebezni. Ilyen maximális 800-700-es jelent neki. Hát arra az a legkisebb volt. Nem baj, így is úgy is meghal. Ez az, ami még sokat sebez. Ez, mi van ezzel kivégezni? Tamaszet meg tudom, hogy a szél. Na, nagyon nem is tudnak minket bántani, ahogy elnéltem, tehát konkrét sérüléseket nem szenvedtünk el. Hát, mondjuk talán kicsikét kezdünk is kifogyni a hílekből, szóval annyira nem baj. Ja, ezt kell érteni. Hát általában szoktartok szólni, legalábbis ugye a nézőim mindig szólnak, ott van, de ez egy kicsit a játék. Meg van, hogy ilyen kicsit hangosabban is beszélek, csak akkor meg az itteniakat zavarom egy kicsit, szóval majd itt is meg kéne találni az összhangot. Akkor jó, hogyha így már jó. Közben én csak úgy megmutatom, hogy mire vagy képes, Noi. Van egy epic képességet. Gyakorlatilag így felruházod az ellenséget mindenféle negatív debuffal. És így egy extra 300-as sebzés mindenkire, tehát ez egy epic képesség, és tök jó, mivel ilyen csak nekem van, és akkor a többieknek nincs, és ezen kívül még a morfiolócs ő bír még ilyen képességgel. Hát így mi vagyunk az legszuperebb emberek. Ezen kívül itt van egy tök jó kép, vár nem. Mindenféle extra buffokat adsz.
Ez a másik akarat viszont van. Zolinak volt, ja, a türkíz ruhásoknak van ez a képessége a másik világon. Aha, egy epic képesség. Na, közben itt nézzük, hogy akkor kit kéne itt még megtámadnunk. A négyesekkel most nem ütköznék meg. Az ötösökkel pláne. De egy, hogyha teljesen fel vagyunk tankolva, max akkor. Az az nagy az űrom azon. Végülis, Tamaszett tudja itt védeni a tankunkat, szóval szerintem vagyis a DPS-ünkkel. Ottán akkor most Tamaszett kapja majd a főszerepet ebbe a csatába. Na nézzük. Teljesen immunis a lassításán, nem tudja alapból. Mert az ütve mindenki immunis a lassításán lesz. Noi a kiválasztott. Szépen Tamaszer. Brutális tankunk az itt megvédi furkozoltan. Szerintem el is nyomhat egy körönkénti gyógyulást. Mindenhol harcolsz. Pajzsokat föl. Amiket tök jó. Egy igazságban most csak ez a két hajó az, amit most konkrétan megkapta a pajzsokat, mert itt védelmezve van, hogy közoltak. Awake-nél számíthat még. Növénység, leszek. Mivel nem él a lassítás képesség, ezért most pedig megfelelően a tükköző képességet. Igen. Mindig is tudtuk, hogy nagyon jó valaki fegető vagy is. Jól is töröd őket. Töröd meg a vatokat. Egyébként csak azért bonyolult, mivel a végén vagyok, tehát az elején csak pár képesség van, az nem sok. Egyébként tudom, mert folyamatosan kapod a képességeket. Folyamatosan szokod meg őket. És itt talán még egy kicsit, de lehet, hogy már ma be fogom tudni fejezni. Na, most kapok ilyen 2000-eset. Kicsit OP-k vagytok, és akkor ilyet viszont még nem kaptunk. Mondja, ez egy 4-es, egyszer használható, és növeli a sebzést, és a védelmet. Az jó. Legközelebb is jövünk ide fosztogatni. Kifosztjuk a fosztogatókat. Itt a tier 3-asokat is elverjük meg, ezeket is. A fő flottával. Nem, de sohasem szakadtam, hogy mindig fordulódik. Hát, egy új napi többször is elalszik. Egy ilyen kötő lustadög. De még van egy pár hírünk. Igazságban nagyon sokat nem is sérültünk ez alatt a csak alatt. Jó, de ők viszont már erősebbek, szerintem egyből... Jó, egyből felhúzzuk a pajzsokat. Egyből pajzsok és védekezés. Próbáljuk akkor minimumra kiszedni ezt a kisebbet. Pedig Tamaszett hűségesen megvédi, mikor furkozoltam. Tehát, hogyha kapna egy támadást Hunter hajó, akkor itt Tamaszett fogja a protektort és egy elég igazi védelmezőként. Szóval az meg, amíg nem tud átkapcsolni az életkapásra. Akkor így csak egyet szerezni, hogy akkor szerzem az életet. Már az is ilyen már skill. Tényleg mondjuk...
hogy elnézem, mert nem túl nagy az esély, hogy belassuljanak. Szóval nem biztos, hogy megint be fogom lassítani a őket, kombozni. Már ez is elég volt, hogy megtanulnak. Akkor ide kérünk még egy kis életszívást. Ez szívjuk az összes sötéten adott. És ezzel még megpróbálhatjuk a lassítást. Szerintem őt nem lassítom, mert elsőnök már azt akarom megnyezni. Tessék, itt van 120 a sérülés. Az idősként. És akkor a határi gyere, ahogy elvede, nem kimérünk teket üzemmód. És ha már itt tartunk, akkor meg is neveljük a támadót. Már egy brutális tétesre átváltunk. Szegényeknek már annyi minusz, ha van, már azt is fogja tudni minket. Körömtünk túlról halt meg. Ez a protektor mindent hova ugrál. Viszonylagotta is a szükséget. Hát... az ellenségeink meg a repülő űrhűvéslik. Bundás tüskés űrhűvéslik. Meg talán meg kéne nézni, hogy tudunk-e vadászni űrmorlokkokat. Ó, viszont ahogy elnézem, itt a Tamaszett fejlődött. Akkor viszont ki tudjuk maxolni a revápot. Azt mi legyen az utolsó képesség. Az ütközés. Legyen erősebb az ütközés képesség. Ó, közben ahogy nézem, én is itt közben megérkeztem. És egy portált fogok bezárni, lehet, hogy elhasználom az ultimate képességet. És tudom egyszer elnyomni a live skill-t. Na már, mennyire tudlak titeket lassítani? Jó, a tankot nem tudom lelassítani, viszont a nagy DPS-t kapja már egy kis lassítást. Később támadjon. Nem, meg kell volni. Jaj. Pedig akkor te is megnyomnál egy gombot. Hoppa, fogjár. Itt nem kimélnek. Nagyon kis kedveletű. Gyertek, hogy most kivérzek. Egyszer kettő. Mondom, ez a képesség, ez epic. Hát, és nincs esélyük. És ebből is kiszívjuk a maradék életerőt. Akkor rányomom ezt a képességet, tökül, mert ez egyszerre pajzsol is engem. Kapok ezt a védelmet. Most már hatni fog rá a lassítás, ugyanis most már nem mindig is a lassítás ellen. Kapsz még egy ilyet is. Nem többet sérülsz, és kapsz még egy ütközést is. Aztán az után. Jó, az még mehet. Kapsz. Aha, ez jó lesz. Mondanám a saját számadomat. Most nézzük, mennyi fog sebezni bele. Hát 2000-től 3000-ig közel. Ez gyakorta egy halál. Jól nyugodt van járva. Ez... mindenki egyre kreatívabb. Viszont portál bezárva. Ezeket nem tudom bezárni. Na vajások. Akkor viszont én nem indulok visszafele, hogy talán még egy pár kisebbet itt levadászok. Jó, ez gyakorlatilag meg fog halni, ránézek és meghal. Már nem tudtam elolvasni, elkattintottam.
Jó, megnézzük ezt, ezt meglátogatjuk. Helyből érből. Szia Tamaszett! Végre elérted a 13-as szintet. Megkaphatod a legnagyobb hajónkat. Tényleg közben el kéne kezdenem építeni az utolsó hajót. A kommandót megépítjük. 3 nap alatt megépül, most hogy már felgyorsítottuk az építést. Igen, még itt nem tudom. Mondom, na, én most nagyon filózok azon, hogy itt kapjál a modit, mert szerintem így tényleg biztos megérdemelnéd, de egyszerűen olyan sok mindent szoktál tenni, és én azon gondolkodok, hogy nem, Noi, itt te csak pihenhetsz. Nincs modi, csak pihenés. Ezen nagyon elgondolkoztam, de hogyha nagyon akarod, akkor megadom. Tehát azon nem újik egy pár kattintás. Ó, várj, egy kicsit fel kéne vinni hozzá a csetet. Ne. Ha kell, kérheted nagyon szépen. Ó, várj. Hol van? A többiek miért nem mozogtak? Jöhet! És már 2 kardosom van. Közben az a baj, hogy a buffok, hát össze kéne szednem. Hogyha ezt így egyből akarom ölni. Lajos toborozni akar? Szerintem igen, Lajos toboroz most. Azért sem mennyit fületek bele. Hát igen. Ment az én csatimat. Na nézzük. Ez jó lesz ide. Megkapom a buffot, és leszedi a nyavajás, meg leszedem a leszedőket. Most se biztos, hogy egy hitelés. Hát így viszont az lesz. Nem bánom tényleg Tamaszett, akkor lehet, amikor akar. Ez tényleg egy hobbi, csak azért, hogy szórakoztassalak titeket, hogy akarjátok, nem köteleztetek senki semmire. Ezért köszönöm, hogy feljöttél, tényleg kedves. Igen, plusz majd megjön egy többet is. Viszont elfogyott a hílám. Viszont itt egy minden. Ha legyőzem, nézem, hogy ez a képesség fel fog tölteni. Úgy pont belassítom. Más pont lejött róla az effekt. Ha megkapta volna a lassítást, akkor jelentem volna még egyszer. És akkor milyen jelentősnél most engem nézni. Eddig csak beszéltünk azt. Most hirtelen. Hát mondjuk most ugyanúgy beszélünk, csak így most így élőbe látsz engem. Ez így egy kicsikét más. Az biztos, hogy gázni fogsz a rendre. Plusz kitérés Orfiolócsnak. Sebottán ezt kéne itt kimaxolni, a plusz 20 HP-t. Ja, ezen az ágon, közben nézzük milyen képességeket. A plusz nyersanyag harcokba. Mi az, hogy eddig nem erre jöttem. Jó, mondjuk ott volt a láncsa. Azaz, nagyon mindent rendet rak.
Viszont skacok, titten tétlenek vagytok, ahogy elnézem. Ide kérem még egyszer a flották. Közben én is mozogjak egyszerre veletek. Ez mondja, hogy tier 3-asok. Tier 4-es, tier 2-esekkel. És ahogy elnézem, tankok, azok jól lassúak. Utána ki kell írteni a bundás űrvisliket. Mert talán ez is mehet. Tele vagyunk selfie-llel. Viszont nem akarom túlvállalni magamat. Enkét, de egy kicsiket mondhatjuk azt. Te itt apukám, ez itt elkezdi kérdezgetni, hogy akkor mi is ez a live-olás, hogy akkor most egy vlogger. Na nézzük. Na nézzük. Szenzorról, hogyha van. Nagyjából most csak a lehetőségeket olvastam el. Krisztián a hadvezér. Igen, Farkas a hadvezér. Furkozoltam, te most itten eléggé harcolsz a legerősebb címért, 14-es szintért. Közben, hogy elnézem, még itt van egy pár bundás űrvésli. De majd teljes flottával érkezünk. Tényleg? Nem kaptunk űrhalakat, űrmurulakokat? Nem. Akkor menjünk tovább. Még élsz. Tényleg jelen pillanattól csak a zöld fülünk, legalábbis amikor még zöld fülünk volt az emberünk, az akkor volt egy halott, de már visszahoztuk. Mennyi? 310 ember egyért, egy ember mindenkiért. Elég drága volt ez a klónozás. Van vége, van vége, elég közel vagyunk hozzá. Még egy kicsikét felkészülök így a legvégső harcra, tehát ki akarom maxolni így a hajóimat, a legénységet, és utána kihívjuk a főboszt. Még egy tök jó alapból már elég régóta játszok ezzel a játékkal a legelején, így ez a rész még nem volt, tehát ezek az extra részek, mert csak tier 3 volt a max hajó, ami építhető volt. És akkor amikor jött ez a tier 6-os hajó, azt mondtam a többieknek is, hogy régen tier boss volt. Tehát az volt a vége, most viszont már van egy másik vége, tehát most már konkrétan kinyitjuk a tűzést, mert nem csak a saját tetszőnkről, hanem úgy ilyen. Végig kutatoltam, nem hagyhatjuk, hogy elessen szegény. Felfogja a protect, a védelmező esetést. Ó, és ahogy elnézem, már egész szépen is bírja a stropát. Szerintem mi hamarabb győzzük le az egyiket. Él itten a lassítás? Él. Bár, ebben az űrben viszont nem hat a sérülés növelés. Tehát nem ezzel fogunk támadni. Ennyi egy ütközés. Nem biztos. Nem akarom egyből elnyomni az ütközés képességet. Majd talán ezután. Viszont felhúzzuk a pajzsokat. Ezt a legvége felé majd el kéne kezdeni, utána gyújtani magunkon. Meg így full HP-n menjünk vissza haza. És akkor most ütközünk. Hát itt garantáltan láttal az adott hajó. De ezt a legnagyobbat hívjuk belőle az összes életet. Pedig ezt tovább utasítom. Ugyebár ilyen 1000-es. 30 és hát nem is tudom, hogy százalékos volt az a másik utasítás. Ezer százal. Az. Vannak a csápos űrszondák. Az.
Na jó, inkább akkor ebbe kérem ezt a nagy sebzést. Leszedjük szegény. Skacok! Leszedjük szét ilyen gyorsan őket, nem tudjuk gyógyítani a flottát. Ezt nem tudom, hogy ez mikor fogja... Á, nem fogja kivégezni egyből, akkor még egy kört hagyok neki élni. Na, felhúzza a pajzsokat, mi meg itt elmerkezik. Szia Zoli! Mivel van? Már megkaptad a Wizardot. Van egy... Most egy másik tier 5-ös lót vezet. Közben szerintem nem passzolhatom itt végig mindegyiket csak úgy. Igazságból már talán minden heal, ami volt. Kitérek még. Ezután így fullos AP-val térünk haza. Hát, véget támad. Sorry, de nem baj, mert itt mindent visszahíleled magad. Az utolsó heal is engem. És akkor láttam a Seti a megtiszteltetés, hogy befejezze ezt a csatát. Még egy picit hangos. Most már 10 decibellel lejjebb vettem a játék hangerejét. Remélem most már nem lesz olyan hangos. Közben akkor itt megskacok, akkor kihirdetem azt, hogy jöjjünk vissza. Fel kell tankolni. Sokadik Zoli. Sokad Zoli. Itt mindenki lassítható, ahogy elnézem, tökéletesen. Tudjátok, a klónozás. A legnagyobbat lassítom le legelőször. Nőjből csak egy van. Jöhet a körönként gyógyítás. Ez is többet gyógyít vissza, mint amennyit lesérültem. Mindenkit belassítok, én lehetek a leggyorsabb. Jaj. Jönnek ezek a szép képek. És itt egyesével én meg közben addig levadászom őket. Esélytel, nincs esélytek. Tényleg. A fantasztikus kötése így instantölöm őket. Megérte, hogy elteljen majdnem egy év, hogy megkapjuk ezt a nagy hajót. A láncsos sebez még mindig a legtöbbet. Kiszívom ebből a maradék életet, hogy a visszatérkezve sebez belém. Majd kiderül, hogy kellen fog-e. Javítás. Nem tudom magamat, jó. Körönként úgyis többet fog felgyógyulni. Minden tank képességet elhasználok. Már kevesebb, de kisebb az. Jó, nem néz ki olyan szépen a hajó. Viszont neki se. Na jó, tudjátok mit? Elnyomok egy hírt, és akkor én is visszamegyek. Így előre ennyi elég lesz a tesztből. És akkor ezt így egy ilyen... Ilyen több ezeres... ...találattal végezzük ki. Az... A ritka férfi név... Ez összetebb. Én is jobban vagyok a Krisztiánnal. Na... Mondó vagyok, hogy itt indulunk vissza. Ó, és készen van a kommando is, most már csak tier 3, bár tier 5-ös hajónk vannak. Na most viszont nem tudok senkit kinevezni parancsnoknak rá, mivel nincsen 13-as hozzá. De és hogy elnézem, akkor engineer, taktikus, tudós, és még egy engineer a hibrid hajóra. Tehát van egy fullos tier 5-ös flottánk, meg a szóló.
hogy majd tovább kéne erősíteni még egy pár űrmurlokkal. Amik ilyen pillanat nincsenek. De ott vannak az őrbe. Akkor oda mindjárt kiküldelek titeket, skacok. Ezúttal a legerősebb hajókkal. Lajos mindig toporoz. Lajos megállíthatatlanul toporoz. Ja, kettesen van. Materiál 4, 2, 3, 2. Mindenki most gyűjti a nyersanyagot, még Noi is lelkesen kutatja a sötét anyagot. Már 13-as kell hozzá. Hát igen, kellenek az emberek a hajókhoz, viszont... skacok. Már nem az 13-asnak kell lenni. Nem tudjuk tuningolni a hajókat addig, amíg nem értek el a 13-as szintet. Viszont ide akkor kiküldöm a fő flottát. Oké, tök jó, most már alapból nem is azt mondja neki, hogy New Flotta a neve. Mert lecseréljük ezt a két hajót. Először leszedem a bónuszokat. Minden bónusz leszedünk. Azt mondja, teljes kotán most már több bónuszt is rakhatok be. Mindenféle kis extra. És akkor... ja nem, azt meg a másik hajóról kéne leszedni, mindegy, így is le tudom szedni. Akkor a varlokot kérem ide, és akkor leszedjük erről is a bónuszokat. És mert nem a varlok a főhajónk, nem arra kellenek ezek. Jó, és akkor ide kérem szépen a... ó, ott van a kommandót. Furkozoltam vezetésével. Na, hogy tetszik az új hajód? Ide pedig a bajnokot. Tomaszett vezetésével. És akkor már csak ezeket kérdítem fel tudunk golni. A tudós hajónk az legyen gyorsabb. Azt mondja, három gyorsítót rakhatok bele. Nem gyorsabb lett. Aj, garantált találat. Tehát akkor most már... azt mondja, hogy... sebessége az plusz 18-as. Ah, ott van. Most már nagyon gyorsan lép a support. A tankunk az legyen még táposabb. Plusz burkolat. Plusz HP. Hol vannak ezek a HP modulok? Ó, ráadásul ez az új modul, amit kaptunk, plusz kitérés. Skacok! Minden HP modult ráraktam a hibrid hajóra, hogy ilyen kevés van nekünk. Nem, de akkor... egy ilyen kisebben emelem a találati esélyt, és... mivel ruházzuk fel ezt a hajót? Legyen... nem tudom, abból sincs olyan sok. Oh, én ezt meg a nagy... bár a nagy hajóra jön. A damage és... van ez egy kis sebzés. Legyen ez? Jó, ezt rárakjuk. Nem. De, sebezzen többet. És akkor a DPS hajónk, ez pedig itten megkapja a sebzést és a garantált találatot. Jó, és mivel akkor azt nem tudom gyorsítani, akkor itt módosítok annyit, hogy nem sebzése lesz, hanem sebessége. Felgyorsítjuk a nagy hajót. Tele a szív. Úgy tényleg, megjelent az Atom a legalábbis a követő jelenet, vagy nem, mert ez most az egy kicsikét problémás volt. Akkor viszont Noi kaptál azonnal 120-t. Minden... 120-t? 100 darab húst, ugyanis nekem itt van egy ilyen pénznemem. Ha jól tudom, akkor valahol itt a macska körül jelenik meg, hogyha engedélyezed.
és akkor azokat a húsokat be lehet váltani ilyen kisebb extrákra. És itt készen van a fullos T-5-ös flotta hatalmas hajókkal. És akkor jöttök űrmurlokot vadászni. Nem jelent meg. Azzal bajlódok már mióta. Ha, Zoli meg is nyomta a gombot. Az viszont meg kell, hogy jelenjen. Mondjuk olyan halk ez. Ó, viszont, ahogy elnézem, most már ez a kicsi is működik. Arra már működik. Akkor viszont ezt kiveszem, hogyha ez már nem kell. Nem, mert akkor noi, akkor gyakorlatilag az jelenne meg, ugyanez a robbanás effekt, csak itt közben megkírja, hogy Calypso 0905 megnyomott egy gombot. Gyakorlatilag a... Tehát ugyanez, csak itt kiírná pirossal a nevedet. Emként az lenne. Tehát ezt most a te tiszteletedre most elnyomtam én. Nem, a kibekövetés nem veszi be. Viszont akkor majd megint fel kell mennem a Fuxira megnézni ezt a vackot. Legalább ott működött. Ja, ott átírtam a szöveget és nem tudom, talán az volt a baja, az most. Valamiért megint nem akar működni. Az. Viszont hogyha minden igaz, akkor a 120 jóvák. Ó, ott van meg. Az megtörtént, kiírja. Köszönöm a fálomokat. Akkor most már úgy tűnik, hogy jó lett. Hiszen 1000 HP. Tehát így a tankunknak van 6000. Viszont szedjük szét a kisebbet, hogy elnézem egy DPS, akkor a tank kapja meg a gyorsítást. Igen, az a Muxiot át kell állítanom. Az a baj, itt a Streamlabon belül nem működött ez a follow rendszer, szóval megnéztem egy másikat, ott működik bezzeg. És akkor most azt raktam be, mert az legalább jelzi a dolgokat. A push azt pedig itt nekem vissza kell igazolni, még azt is meg kéne oldani. Viszont... Kártam a szert, kár, hogy elment, mert itt ki lett maxolva a revamp mód. Viszont meg kell nézni. Nagyjából kettőig volt, és azt mondta, hogy lesz. Majd akkor így majd egyet este felé. Ezret seb ez a revamp. És nem az, hogy ezret seb, ez így egymás után több. Sebzi az ezereket. Thomas lett egy állat. OP. Tudjuk, hogy végigjutott a Dark Souls-t, és akkor még a Hive Zone 6-ba is így alázza, ahogy ürgyúrul a fokat. Nem vettük fel a pajzsokat. Mondjuk pont a tudós hajót támadták meg, ami azért nem olyan vészes, mert ő képes elszívni máspolt a sötét anyagot, ami meg pont a gyógyít minket. A lassítás meg nem érítem. Arra viszont igen. Kétezres sebzés. Gyerekek, ti állatok vagytok. Morgor, csak ilyen háromszemű. Pajzsok még élnek. Gyerünk, van. Az explosív. Jó, ez jó lesz neki. Megkapja ezt a finomságot. És még itt a ráv is véget ér. A nagy vigyák, hogy itt sok. Mi az, hogy... Amikor a hal
visszalő így a láncsával. Ki akarna falászni minket, gyerekek? Sötét anyagvihar is így elkezd villani minket. És nem akarok erre hirtelen nyomni. Mindjárt meghal. Nem visszanyal a vas, vagy így visszaláncsálcik a hal. A 10 artifakt mennyi kellett a hibrid hajó tuningolásához, hogy tier 6-os legyen? Hát még azt meg akarjuk nézni, azt látni kell, hogy mi az a hajó. Visszamegyünk a bázisra és megnézzük. Ilyen pillanat van 38 és csak 72, ráadásul meg ezeket is ki kéne tamentelni. Meg kéne vadászni egy hatalmas űrbestiát. Igazságban még ezt a hármat is kolonizálni kéne. Én tudom, tök olcsó. Nos kacok, megvan, hova jöttök. Tírhatosok versus tírhatosok. Ez szép lesz. Vagy médium, még az is lehet. Jövőbe láttál. Protektort fejlesztjük, vagy több tapasztalat a harcokba. Nézzük, engineer, protektor az... Paragon. Ja, a protektort azt itt kimaxoltuk. Akkor én ide jövök és amantó vagyok, hogy elkezdtem tuningolni itten a csatákba szerezhető tapasztalat mennyiséget, mindössze 11 napomba fog telni. Ezt szerintem valakit csinálunk egy új flottát. És kiküldelek titeket, skacok. Kimehet Noi mondjuk. Csak hogy ő is kapjon egy hajót. De nem tudom, akkor meg nem fogsz XP-t szerezni. Viszont pont, hogy tudós kell, hogy ittán automatizálja a rendszereket. Meg itt is elkezdhetnétek farmolni XP-t. Van itt még egy pár űrűsli. Meg még a... De az automatikus. Tehát, hogyha ránagyítok, akkor elméletileg, ha ott van, automatizálva van. Kapjuk rendesen a legénységet. Szerintem ott a szélét is így teljesen kimaxolni, így a naprendszert fullozzuk ki, amennyire lehet. Szerintem Noit és egy tankot kiküldök. Mondjuk majd Morphiologot, amint befejezi a munkálatokat. Jó, Morphiologs befejezte. Most, hogyha újból rányomok, már így, hogy mit csinál, akkor teljesen lenullázott ott két nap, Noi pedig egy nap múlva befejezi a munkálatokat. Jó, és azon belül Lajos is veletek megy, kiküldünk egy másik flottát. Várj, Noi befejezte a munkákat. Áj, meg nem nyomtam le az időt. Na mindegy. Nos, kacok. Tier 5 tank, 2, és ez meg a supportjuk. Óriás szerencsés süti, amit már előre kinyitottak a nyavajások. Jó, ez kemény lesz. Kicsiként még mindig több HP-t van a tankjuknak. Jó, de nekünk nagyon nagyobb a tízélségünk. Először velünk védekezésre. Ezt egyben szét fogom szedni a supportjukat. Ó, akkor tudunk hamarabb gyorsítani. Akkor legyen előbb meg a gyorsítás. Itt akkor jöhet a védelmezés. Ezzel le is gyengítjük a rendszereit. Felhúzzuk a pajzsokat. Tényleg, nem is állítottam itt át a dolgokat.
Na mindegy. Jósokat fog belesebezni körönként. Jól rajt. Kicsiket durvább, ez gyakorlatilag ugyanaz a rajt, ami a legelején van, most fel van a fosítva. Minden mögös most elnyomt egy szelfődi. Szinte majdnem, hogy full HP. Most elkezdjük szinten növelni a támadó erőnket. Bartot fönt elkezdi megcsapolni Zoli. Visszakapjuk a HP-t is. Az mi? Az szép, nem tudom, hogy mi volt, de... átadja a HP-t neki. Aha! És itt se bildeltem át őket. Nem masítatóak, de a szenzoraik azok sebezhetők. Szóval itt nem nyújtsuk le minden. Jó, és akkor jöhet a sötét anyag kihagy is. Gyerekek! Ne, sokozzuk őket. Nincs kegyelem. Ők is már mi ilyesmit mondanak, mi? Szóval így nagyon elkezdték kivelni azt. Nekik is mennyi képességük van. Szóval bénítjuk őket. Epilepszia veszély. Coming. És most egykesével szerintem ezt kezdtem el készülni, mivel ebből itten HP-t szívunk el. Megmarad a HP-el szívónak. Ez itten a életforrásnak most Zolinak. Ezt nem ölhetjük meg csak úgy. Egy köp... várj, nem. De, nem tudom, várj, skaca. Szerintem inkább akkor felhúzom a pajzsokat. Két átvehettem volna az irányítást, de viszont akkor is egy fixen egy hajó sérül, csak annyi, hogy én döntetem el, hogy melyik. Ezt kérjük még egyszer. Az. Azt hitték, hogy kemény ember, de kiderült, hogy nem. Szerintem majd a nagy boss-t leverni. Ez nagy kérdéses. És akkor most ez lesz a healünk. Egy AE. Nem is tudom, hogy vajon megkaptad a legnagyobb healt, vagy nem. És a karaktered. Ezt meg felrobbantjuk. Oké. Nem kötel senki se az írásra. Baj van. Nincs baj. Mindenkit megnyugtathatunk, hogy itt kell mindenkit szétkülni. Nincsen probléma. Nagy a boss. Azt sajnos láttam már, az ellet nekem spoilereznek. Fogyhatná a hírből. Nagyon frontális ütközés. Ez is csak egy ezeres sebez. Ja, persze neked van egy 50% védelmet. Akkor szerintem ezek a körönként is edzések fogják majd itten megölni. Jó sok negatívot kap. Na meg persze a revál. Tamaszek nem méli őket. Ez is egy olyan dolog, amit folyamatosan sebzik. Gyakorlatilag most körönként 4 dolog viszi le a HP-ját. Úgyhogy összeszámolom. Ez majdnem, hogy 2000. Persze minden rendben. Tudják mi ezt kolonizálni. És nagyon jól tudod csinálni, biztos. Tűzzük fel a... nem. Gyógyítunk egyet, de köztem már majdnem megint fullos HP-n vagyunk. Szétlejük őket. Egyszer Tomaszet, egyszer más. Egyszer Tomaszet, egyszer az idegen.
Tamaszett az így nem kiméri őket. Ne is tudd, amikor egyszer egy mennyi HP-ja volt? 25.000 minden egyes testrészének, a hatalmas űrvérpálnának. Ez durva volt. És furkozoltan elérte a 14-es szintet. Hihetetlen. Belőzött. Most már megint aggódhatok amiatt, hogy lázadást fognak szervezni. Ó, várj tényleg, Noi, akkor azt mondtam, hogy titeket kiküldelek ide kolonizálni. Ti megkapjátok a második flottát. Az R-t átnevezzük 2-re. Na, és akkor itt volt ez a sok dolog. Ja, nem. Ja, de itt van egy pár dolog. Paladinból nem vettem ki még a cuccokat. Nagy hiba. Plusz sebzés és plusz sebesség 9. Az a baj, a paladin már senki nem fogja használni. Vagy de, várj, te melyik vagy? Te vagy a... Na várj. Nem legyen, akkor inkább új flottába. Kettő. Én ugyebár dolgozok. A varlók maradhat, a paladin helyett kaptok egy jobbat. Azt mondja, hogy itt van a Hunter. A Hunter kapja meg akkor Lajost. Itt van a Protector. Ezt megkapja Morphiologe. És akkor itt a varlók vezetését meg átruházom Noira. Akkor a varlok a másik legerősebb hajónk. És akkor, ja, ott van Noinak az ultimate képessége. Még nincs egyelőre lázadás. Bah! Ájjájáj. Időpauz, ti jöttök vissza. Vagy jöttök egyből ide. Ti írotosokat olyan jól elvártuk. Mennyit bér még az a flotta? Nagyjából csak lefeleztük a hírpekkek mennyiségét. Szóval akkor jöhet a fő flotta ide. Jó, oké. Itt meg megérkeztetek, és ezért küldtem egyszerre több hajót. Rosát húzott kör. Melyiknél hol? Szerintem az lehet az, hogy éppenséggel még dolgoztál. Itt viszont... Hogy elnézzem... Nem engedik itten a űrvíslik, hogy kolonizáljunk itten. Ezzel most így szépen tájékoztatjuk őket, hogy kint állagasabb. Itt vagy Noi, kicsikét zölden, de... Jössz és virulsz. Van egy pár lifesteal képességed. És gyógyítani tudsz rendesen. Azt ott szedjük le gyorsan. Nagyjából az űrvésli kiirtása, meg az élete maradás. Meg folyamatosan fejlődni a bázis management, amit már kifulloztam. Ott a supportot is szedjük le. Ez pedig self-nyújtás. Félig kiborg a csávó. Ez meg bekorzsolja magát, nézzétek, amikor semmi esélye nincsen. Noi, rajtad a világ szeme. Nem baj, akkor Lajos befejez itt a munkálatokat. Egy sniperrel. Sniper 3. Egyébként igen. És ott is szexi volt, mi? Na itt kiirtottátok őket. Kaptunk materiált, és akkor itt tudtok kezdeni kolonizálni. Mivel itt materiált lehet farmolni, ezért egy engineernek kell. Szóval ez itt morphiologe feladata lesz, azt az automatizálásba, hogy Noi fogsz segíteni, hogy itten folyamatosan ezek a drónok hozzák ide hozzá a nyersanyagokat. Jó, én itten meg mindig kutatok, ti pedig itt jöttök és szétlövitek őket. Valószínűleg ez az anyabolygójuk.
puskacok. Nincs kegyelem, ez parancs. Gyorsítást a supportra. De no, a supportot kéne legelőször szétszedni. Guardian. Hintelen nagyon bonyolult. Nem, mert ez rendesen felépíti az alapokat, nem bonyolult. Meg a sok effekt ugyebár. Amiről én már mind tudom, hogy mi mit csinált. Na viszont ezt nem tudom, hogy most mit csinált. Ó, átállt ilyen... támadó üzemmódba. Tök jó, hogy levette a pajzsot, és cserébe gyorsabb le. Érdekes ez a faj. Megy fel a sötét anyagviharral tettünk. Meg nem gázzak minket. Szerintem akkor ide rakjunk még egy kevéske pajzsot. Ha már az a hajó így kettőért is elszenvedi a sebzést, és azon kívül minden negatív debuffot szedjünk le. Nem billeltem át őket. Legközelebb, amikor vége a harcnak, szóljatok rám, hogy át kell őket billelni. Köszönjük át, hogy az összes sebzést. Igazi tank. Igazi hős. Szuport, ez is leggyorsan. És tök jó ez, ahogy elnézem, még a pajzsot is leszette. Ne gyógyítson. Thomasetnek itt gyógyulnia kéne egy kicsit, úgy érzem. Lassítás él. Akkor egy szintán ütközünk. Ütközőpálya 2000. Belelőnk egy nagyot. Kész már. Na, a supportjuk az így fél HP-ról le lett nullázva. És már nem fogjuk őket senki se hívelni. Na itt meg akkor... ezzel itten leszedném nektek a rendszereiteket. A fegyverrendszer most már sérült. Ide kérünk még egy gyógyítást, utána átállunk Krebre. Csak már erős, és szeretjük. Meg még több életet kéne kiszikolyozni a tankból. Egyébként... tényleg mindenkit így bíztatok, hogyha el akarja kezdeni, akkor az elején végigvezet a játék, van tutoriál az elején. Mindent egyes élvel elmagyaráz, lépésről lépésről. Szóval nem lesz ilyen bonyolult csak a végére, de akkor már érteni is fogjátok. Beoltotta magát. Nincs a sebzésnevelés. Persze, mert nincs itt az a talent. Ez is így is a lassítás ellen. Akkor viszont ezzel még mindig képes őt beletett sebezni körönként. Hú, és itt Thomasit megkapja a gyorsítást. Revap és gyorsítást, hogy konkrétan spammelni fog itt neki. Sok akkor van, hogy Thomasit egy másik nem tudok most képes lenni. Íme egy. És most még egyszer üljön. Egymás után három. Szia, Firason 18. Már itt is küzdünk a migránsok ellen, a bevándorló lézősök ellen. Szóval, ja, küzdünk kőkeményen a hazáért. Köszönjük
valahogy elnézem, ez itt a tantú, szóval ő itt elég lassú. Mit nem mondják. Én tök jó, a mi tankunk az itt ezerrel lép, az őtökük meg még nincs is itt a listán. Mondjuk sok a híja, ezt meg le kéne szedni. Akkor ezzel elkezdem sovozni. Te elnyomjuk a híveket. Először talán inkább jó, selfie-t nem tudunk csinálni. Legalábbis nem tudjuk kicsapolni a HP-t, akkor először elnyomom ezt a heal-t. Ebben megütközök, szépen viszem le a HP-ját. És akkor most gyorsan... Nem, most se tudom megcsapolni! Akkor ezt a heal-t majd utólag ott nagyon egy szárt. Sötét a napból. Ezt meg remélem, hogy három lépés alatt tudjuk szedni. Hogyha nem, akkor előre felkészülök egy pajzsal. Szóval, hogy nem tudom itt már mivel leszedni. Az, ami még sokat sebez belem, meg a körönként ki sérülések, de azok nem fogják elvinni. Persze, pont abba a hajóba. Jó, Zoli, akkor te itten szépen elkezded kiszívni belőle a HP-t. Más kápinkakről. Marad egy gyógyulásig. Jó, jó lesz így. Gyógyulás, az pedig fel a bajta sérülésbe. És itt a... Ugye elnézem, ez a tanya bolygóink volt, mert voltak a legnagyobb hajók, és a bolygónak is egy kicsikét más volt a textúrája. Aha! De szépen a Homeworld-jüknél vagyunk. Látom, hogy már is ugrasz. Ó, és egyébként itt tök jó, mert egyébként látom, hogy mik vannak a... moderátor felületen. Én itt nem nagyon szoktam szidni a politikát. Szóval nálam nem olyan nagy probléma. Én a káromkodás... az, amit egy kicsikét kevésbé tolerálok, hogyha egyszerre elkezd káromkodni, akkor így rászólunk. És a... egyszer így Zolival is, nem Tomaszettel beszéltem, hogy a trollokat is inkább így próbáljuk így egy kicsikét finomabban kezelni. Szóval itt nem kell azonnal ugrani, jó? Csak annyi. Várj, a bot... volt itt egyszer egy bot, de azt kivettem már. A Twitch alapi botát azt beraktam, viszont az nem volt olyan jó. Na, viszont itt van tovább sztori ezekről, itt lehet olvasgatni. Kíváncsi leszek, hogy itt lesz-e valami hű, de nagy érdekesség. Kiderül, hogy ez itt igazságból a föld. Ezt nem tudom lehúzni. Na, itt mindenhez értesz.
Ultimate power. Yeah. M2-t őszintén, amíg nem szabadul el a chat politikai meg hitvallási kérdéseken belül, addig én hagyom. Tehát ez miért legyen tabu egyáltalán? Tehát oké, hogy vannak olyan platformok, ahol meg lehet beszélni ezeket, de ezen a platformon miért ne? Szóval én ezt így nem tartom jó dolognak, hogy itt valamiért le kell tiltani ezeket a dolgokat. Lehet, hogy egy kicsikét sértőbbek lehetnek még talán azért, és akkor a közösség miatt, a nagy közösségek miatt. Viszont akkor is le lehet ezt rendezni rendesen. Emként szerintem már egy kicsikét az is etetés a trollok részéről, hogyha lebannoljuk őket. Nem az, hogy nekem itt egyszer volt egy trollom gyakorlatilag, most, hogyha megnézitek azt, követőket ott, ja, troll vagyok volt a neve, és akkor tök jó, így egyszer jött, és enként nagyon csetem akkor nem volt, és engem se tudott szivatni, az kiderült, hogy igazságból szeretik azt a Tibit, és hogy azért ő is tud normális lenni. Igen, arra én is gondoltam, de szerintem azokat meg lehet beszélni. Mondjuk kicsikét finoman kéne tapintani a témát. Amúgy meg ennyi erővel minden témába felmerülhet olyan dolog, ami sérti a másikat. Mondjuk ez etinikum. Attól függ, hogy ki milyen pártból jön, meg stb. A vallás, meg a politika. De viszont én amondó vagyok, hogy ez igazságban csak azokat sért, akik nem képesek feldolgozni, hogy a másiknak más a véleménye, amikor ez egy tök természetes dolog. Hát, hogyha a probléma van, akkor kell a modi, viszont addig amíg valaki mondjuk csak egy poénból felveti azt, hogy jönnek a migránsok, addig szerintem nem probléma. Hát igen, főleg szórakozni jöttünk. Itt viszont nézzük meg, hogy akkor mit csináltak itten. Ezt mondja, hogy megnézhetjük. Miért tett ide le a kamera? Elnézést. A kamerám az így elszabadult. Kacok! Lost the control! Na, ilyen, hogy tényleg elveszik a control. Na most, én megpróbálom azt, hogy nyomok egy mentést. 2-2-2-2. Rossz a kamera. Na, őt kéne egy kicsikét helyre rakni. Save complete. És hogyha most se engedi, akkor kilépek. Legalábbis így csak a játékból. És utána visszatöltöm ezt a mentést. És akkor hát, ha megjavul. Szóval miért szabadultál? Egyik gomb sem ragad be. Rossz kamera ül. Azt mondja, hogy akkor visszatöltöm. És akkor hát, ha most jó lesz. A csúnya beszédet nem. Én amondó vagyok, hogy egy rászólás, utána megkapja akkor a time-ot. Ezt most már a Twitch is komolyan gondolja. Nem olvasgatom, hogy miket ír a Twitch, csak nem olyan gyakran. Jó van, most már jó a kamera. De hogy elnézem, itt újból támadnak a bundás őrvéslik. Jó van, akkor... Kamu csati. Probléma megoldva. Amúgy nem, valószínűleg azt is fogják figyelni. De
azt már nem fogják olyan hamar lebannolni. Közben itt nézem, hogy mit kéne itten ügyeskedni. Meg az utolsót itt elpusztíthatnánk. Bírjátok, srácok? Bírjátok, ugye? Azt mondja, hogy 2-4-es. Nem tudom. Kicsit kevesebb a healing. Visszamegyünk, mert nem akarok embert bukni. Öleljük egymást. Egyébként a testi kontaktus az egyébként így a emberi barátságoknál egyébként szerepel. Nem feltétlen az ölelés, de mondjuk így ilyen kis válveregetés, meg egyéb dolgok, azok számítanak. Egyébként az IP-címet is lehet módosítani egyébként. Most nem azért, hogy ki akarok nagyon cseszni a Twitch rendszerével, de aki akarja, az megtalálja a módszert rá. Egyébként most örülök, hogy emiatt egyébként egy kicsikét komolyabbra veszik a dolgokat. Azt majd ide jön vissza a fő flottánk. Meg kell védeni a kollektívát. Közben ugye elnézem, itt automatizálva lett a drón központ. No, itt nem beszerelte a drónokat. Beprogramozta őket, hogy tessék szépen a főbázisba menni. Azon belül még a termelést is növeljük meg. Ahhoz meg már újból egy engineer kell. Hát a Twitch részéről a... Ó, ne! Tudjátok mit? Kollektívát hagyjuk űrmurlokok levadászni őket. Ez parancs. Hát, az én csatornám még ilyen kis könnyed kis közösség. Lehet poénra venni a dolgokat. Azt, hogy elnézem a kollektívát, mindjárt meg elkapják. Buntás űrvéslik. Azt, ahogy én nézem, itt meg befejeződtek a fejlesztések, szóval jöhettek ide. Hát visszamenőleg itt látjuk, ki mikor kapott. Aha, én látom. Ez külön kijelzi. Visszanézhető, itt mindent látnak a moderátorok. És kacok, még mindig nem szóltatok, hogy át kéne állítani ezt a vacakot. Na, lassítás, extra sebzés. Akkor a másik lassító is. Nem, azt már átállítottuk erre. Na, akkor megtetszett ez. És milyen képességek vannak még itten. Ohoho, 1300-as sebzés. 1000 mindenkibe. Jó, bár itt most már minden ilyen nagyon sokat sebez. Ezen gondolkodok. Mert ez egy nagyot szóló. És Bénit. Gyakorta majdnem olyan, mint ez. Ja, végül is ugyanaz, csak egy kicsit felokosítva. Oké, szia Noi! Leszünk, mi sokáig vagyunk. Van, hogy éjférig is voltunk. Az viszont már tényleg sok volt. Jó, ezt megkapja. Közben itten a sport az meg volt. Igen, az már alapul átok állítva. Az engine-et kell átállítanom. Nincs mit. Mi köszönjük, hogy beugrottál. Ez sok képesség. Olyan okosan, ja. Hát itt még az elején könnyű. Majd később majd mindannyian magával jönnek a dolgok. Közben azt sem tudom, mit építsek, meg ez volt a másik. Itt
van a kis drónok, itt meg a nagyobb drónraj felerősített. Mindenki egy kicsit több időmét betölt. Nem, az a baj, hogy még nekem is van modim. Én még modi vagyok. Az a baj, hogy nem tudok dönteni, melyik legyen. Még ez is tetszik. Az összesre. Jó, talán ez így jó lesz. Aj, olyan sok a variáció. Döntöttem. Akkor most már azt... Jó, kész. Végleg. Das finish the build. Azaz. Enként igazságból Thomas lett védi most furt az oltant. Szóval téged most... Most saját magadat véded. Tényleg hanyas űrmurlokokat kaptunk. Ötös, mindenhol. Magunktól. Mindenkit megvédünk. Szerintem Thomas-ebb kapja meg a gyorsítást és szétrelapoljuk őket mi hamarabb. Az lesz most a projekt. Amúgy meg lehet is szeretem még egy kicsikét ezt a Twitch-et. Mert itt ilyen saját közösség így kicsikét így a videós köré így elkezdenek összegyűlni az emberek és így létrejön egy saját közösség. Mi közösségünk. És akkor tök jó. Ez is. Tehát tényleg itt nyílik meg a szabályokat. Akkor tényleg mindenki észre azt, hogy a másik is tök nyugodtan hülyeskedni, akkor ő is nyugodtan hülyeskedhet. Egy kicsit ez egy ilyen lazár közösség lesz. Nem akarok semmit sem olyan halál komolyra venni. Lazulni jöttünk ide. Lazán. De lazán szétlőnek nekik minket. Nem baj, mindjárt visszaadjuk nekik. Hol az, ahol én? Ja, azok még nem töltöttek be. Akkor kapsz egy ilyen kicsit. Nem tudom, ezt a kicsit. Jó, a revákot azt most kikapcsolom, mert kell gyógyulni. Kettőt jó a kikapcsolás, utána is otthonra jövünk. Az szép. Hallod, de Thomas-e tettem, hogy nem hagyják. Lassítás, él. Hogyha már az egyik elején, akkor megpróbálom a másiknál is. Nem, 100-100 nem tudom is ellene. Akkor legyen az a hibrid támadás erre az egyre. Pajzsokat föl. Azon kívül szerintem így egy kicsit megcsapolom őket, és ide kérünk egy hatalmas szárfilt. Azért ne essünk. Ennyire azért ne legyünk lazák. Úgy jöhet ez a nagyobb szólós edzés. Nagy elnézem, most csak Thomas-et szívja meg. Akkor jön a Oehir, az majd így visszadíveli őt is. Tényleg telekosítva utolsó kör. Ütközés. 3000! Mi ez? Jó, ezzel tudjuk újból belassítani. Ah, és akkor pont Thomas-et felöbbihet. Akkor ő így itt el megkapja a gyorsító effektet. És... Végzeljük. Ezzel módja elválnak. Viszont ebből telkezik kiszívni a maradék életerőt. Van nekünk egy AOE sebzésünk, az pedig pont elakítása, az tekombózódik, pont annyi, hogy megölje, és még azt is sebezik. Tökéletes. Nincs kegyelem, mindenki meghal. Egyébként nagyon-nagyon komolyra veszi a dolgokat.
Ami nem baj, mert komolyság is kell. És akkor meg pont, hogy egy kicsiket így kevésbé veszem komolyra a dolgokat. Hoppá, veszem észre. Zoli gombot nyomott. Gomb. Ezt automatizálnom kéne, csak a Streamlab az nem akar rendesen működni. Csak azért se. Ó, itt valaki más is elérte a 14-es szintet. Hoppá! Hát a best world már levadáztuk. Skacolok, újabb murlok vadászott. Level 14, aha. És ezt a dolgot még le kell vadászni. Hát 17000 HP. Még búlosok vagyunk, ez semmiség lesz. Először a szemét, aztán az elkapcsát, azt leszedjük a fejét szokásos módon. Egyből revap. Nincs kegyelem. És akkor egyből támadás erősítés. Nagyon csúnya. Körönkénti heal, ez lesz az életmentőm. Itt meg a revap! Olyan ki is jelzi, hogy mikre immunis. A lassítás pont nem mutatja. Ja, de csak most azért, mivel a revap az amba kopval kombozódik. Szegnás után többet nő Thomas-e. Nem kinéli őket. Ezer. Kérem, majd még egy ilyen erősítés. Itt a HP-t, ezt így kúrra. Még mindig nem fogyott ki a revát, megérte kimaxolni. Még mindig. Ha tudunk még egyet lőni, mielőtt lép az a nagy vacak, nem. Nézzük lassítás, hogy meg... Ó, arra érzékeny a több. Akkor a fejét lassítsuk le. Ez egy kicsit később fogja mi most. Szerintem majd Thomas-nak itten gyógyulnia kell. Szerintem a revászot most abba hagyjuk. És felnyom kompozitizált éleket. És kacok, nem kimél. Nem kimél a bestia. Jó, akkor mi se ölt. Menjetek vissza, később ér. Még egyszer a hírt. Jöhet ez a vihar is. Odaállt a javító drónokat. Meg jó, hogy pont híleltem. Ide egy gyorsítás. Még minden oké, és még nem fogunk meghalni. Főleg emiatt. Fúrdos HP. És akkor gyengítsük már a támadását is. Nagy többnek. Pajzsokat kéne felúgni majd legközelebb. Meg akkor abba beleütközünk egy ilyen 3000 belesettünk. Amint leszedjük a valamik végtagját, onnantól kezdve jók vagyunk. Tök így konkrétan 3 hajó kell ellene. Ide a guardok. Ide meg a pajzsokat. Nem kimer minket ez a bestia. Viszont most már mi se ül. Véget értek a lassítások. Úgyhogy pont 5000 HP. Nem megyek át revábba, mert akkor nem tudok jobbítani.
Optokomobimi? Oh, der Buff. Neked mindig feketeikat. Lassítás áradat. Jó, ez a kombo, hogy ki fogja nyerni a fölcsöt. Kész felül már nem tud lőni az alattak. Alul kezdjük el lőni. Sőt, még van HP. Sötét anyagvihar. Önjavítás. Csökkentje a találati esélyünket. Felfogjuk hősiesen, hát a bajnok. Meg csika szemű, mi? Már ez egy körönkénti HP vesztés. Nem lesz jó dolog. Még egyszer el tudjuk menni ezt a hírt. Tényleg ezzel nem mennyire vagy immunis? 100%-osan. Akkor megkapod ezt a kis drónokat. Yes! Csak a szerű játék, izé. Isten unalom, Isten fel. Jó, elnyomunk ide még egy guardot. Az a baj, nincs több healünk. Szóval még a self-heal az, ami maradt. Zoli, itt nagy minket. Kadét, maradjon velünk! Köszönöm, már egy pár parancsnok vagy olyan magas a szinted. Ő sorod, végész felőt irányítasz. Nem szépen visszaíleltem magadat, fullosan. Meg lelassítjuk őket, hát amíg egyszer tudunk jönni. Nem olyan sokat, viszont azt ott alul leszedhettük. Új, és most a pajzsok. Újonnal. Hősélyes Tamaszett. Most már ő is elkezd hívelni magát. Most már esélye nincs ennek a vacsatnak. Szívjuk ki belőle a maradék életerőt is. Mert viszont nincsen olyan hűde sok hűdünk. Tehát már ő se fog tudni olyan sokat sebezni. Se tudjuk. Srácok. Kit kéne erősíteni? Vagy. Jó, később, és akkor most egyelőre elnyomjuk ezt az életkapást. Akkor itt már megkapja a Tamaszert. Itt megújítjuk ezeket az effekteket. Tamaszett most még gyógyít magán egyet, aztán átáll majd a revampba. Ezek után... azt szétlőjük ezt a vackot. De ez az igazság, most még egy lesz. Nem tudunk ütközni, akkor most még először így belelőd az is, hogy nem tudom, hogy lassítom. Mit tudom lassítani? Nem mind a két lassító képességem oda. Kivétel még ez. Ott speciális putkozoltam, megoldja. Kapitány véletlenül kifogy a lassításból, nem baj, hoztam még. Előre felkészült. Félek egyedül. Jó, nyílhet a revap. Most megkínáljuk. Nagyon sok a pajzsokat föl, nem tudjuk, hogy kit fog támadni, szóval így mindenki kapja a jelen. Jól van, megnövelik a tűzerőt. Most jöhet. A nem kimérés. Először is most a kombóval együtt 2000. Egyéb debuffokat kapjon még. Most megint jön a rev. Most már csak ezeket fog csinálni.
nagyjából így megduplázza a sebzés minőséget, hogyha bombom. Ezek után is van fejünk. Hát ugyanaz az ember talán. Nem. De az idő, csak most már a csetem. Most komolyan, nem fog célni. Áj, te mondtad. Na viszont... Áj... Akkor lehet, hogy akkor majd mennem kell, nem sokára. Viszont szereztünk egészen sok artefaktot, de remélem már meg lesz a tíratos hívű. És most már tudunk gyorsítani a hajónkon is 15-tel. 48 ebből a nagy dögből, ráadásul egy ilyen hatalmas relikvia, amit így felhasználhatunk a hajónk tuningolásához. Az lesz Tier 6. Tier 6. Hú, most 101 artefakt. Az igen. Közben Zoli 14. Jó, akkor már csak itt kell így fejlődni. Meg lesz minden. Ó, azt, ahogy elnézem, itten Gyutika is fejlődött. És megkapja ezt, azt a legvégén még ezt is. Az Aura Heal. Azt Gyutika a másik irányból kezdi el megközelíteni ezt az ágat. Az a baj, hogy még nem tudjuk tovább tuningolni, mivel nincsen senki, aki fejlesz-e, majd én leszek az valószínűleg, mivel most én dolgozok a csatákon szerezhető XP-ért, amit azt befejezem, utána tudok menni, majd fejlesztünk hajót. Terülni képességekkel, már itt is. Itt konkrétan csak 3 alapképességed van a legelején. Nincs kegyelem. Szétszedjük őket. És milyen gonosz képet látok. Én ott agresszív képet. És agresszív. Ugye azonnal ugrik és támad. Jaj, neki nincsenek. Á, de itt van. Le tudja lassítani. Nézzük, mi lesz. Te pajzsolsz? Nem, támad. Akkor viszont jó, mert nagyon is tudja gyógyítani Nori. Nagyon is pedig ki fogja végezni ezt a dögöt. Sniper-rel. Ilyen stílusos befejezés. És most ott kiürítettük ezt, most már itt most tudom kolonizálni. Há, még lesz több is belőle. Ez egyébként a második volt. És így látni, hogy többen vannak. Itt tűnik az óriási őrcsikák megint lassan végzik a dolgokat. Nem kéne egyen jól lakni. Közben kíváncsiságban, mikor fog kéne elkészülni 3 nap? Egy évezred. Ezt ők is oda mindjárt megérkeznek. Oh. Hogy né? Megnézem. Megpróbálták legyőzni, de nem sikerült. Akkor jövünk, segítünk. Szerintem őket... Nem, a Tier 6-os megcsináljuk aztán, azzal zárom a streamet most. Ezt egy... Fél óra múlva talán majd nem. Nem, még az sem biztos, mert utána meg... Lassan az evéshez késünk. Akkor nem tudom, most egy kicsit megszivattak itthon. Ezt nem tudom, hat után majd vissza tudok jönni, az biztos. Közben itt akkor segítség, és akkor...
aztán mit válasszunk? Nem kérünk figyelmet. Nem kérünk revalzat igazságban. Nem tudom, szerintem meg kell próbálni a legpozitívabban. Szóval nincs már olyan sok időm ezt végig olvasni, csak gyorsan, futólag. De az lehet, hogy jobb lett volna akkor. Akkor legyen ez. Hű, de nem tetszett nekik. Na merre jöttök? Ide jöttök? Nem baj, őket is szétlőjük. Hát, nem olyan leszek a legnagyobb diplomata. Igazságban szerintem nagyon gyorsak vagyunk, hogy fogjuk, meglátogatjuk őket, azt megyünk is vissza. Az. És akkor csak úgy nézzük meg, hogy tényleg milyen gyorsak vagyunk, 50%-os gyorsasággal fogunk oda száguldani. Nagyjából így 3-4 úton találkozunk. És hát nagyjából az út felét tették meg. Elsőben csak azt szeretném, hogy viszonyozzák a szívességet. Kéne nekem egy olyan hajó, ami nekik van. Szeretném, hogy a legvégen velük is harcolja, legalább is ők is segítsenek harcolni. A legfőbb boss ellen, és akkor minden hajót megnézzük ebbe a játékba. Nem tudom belőlük kicsikarni. Lehet szebben kellett volna kérni. Nem, most másra kellett volna politizálni. Viszont itt azonnal segítünk nekik. Szétlőjük a DPS-eket, a kukmotot meg későbbre hagyjuk meg csak az AP-et. Hajzokat föl. Tényleg, hogy most így az Engineer-nek adtuk akkor az extra köröket, plusz sebességet, mert ő pont egy többet sebez ezekbe a vackokba. Így gyakorlatilag egy tank képes őket. De a tavaszat nem figyelmez. Se. Azt meg itt futkozoltan rád bízom. Három ezer. Na jó, még egyet léphetsz. Szép próbálkozás. Nincs kegyelem kategória. Több ezereket csapzunk bele. Már nagyon gondoltam néz. Hírhatok még megnézzük. A szív tudjuk egy meg a hajót megnézzük, hogy fog kinézni. Aztán már csak azt kéne tuningolni. Milyen kedvesek adtak nekik egy ilyen javító drónt. Teljesen ingyen megmentettünk titeket. Hát, hogy jobb lesz a diplomácia velük. Ha, legalább ez is számít. Azt terjük őket utol. Fő flottával, csak 10 üzemanyag. A kíváncsiságból.
Már rég abban maradtak a kolonizálási feladatok, ugye? Aha. Akkor növeljük a lakosok generálásának a sebességét. Ide kell egy taktikus. Lajos. Újból toboroz. Lajos újból toborzásnak indult. És itt meg mindjárt jön vissza a fő flotta. Ó, én meg befejeztem. Most már nem 50% XP, hanem 60% XP-t kapunk harcok közben. És ki lett maxolva. És itt megskacog. Tier 6 is incoming. 5 nap. Csak 5 nap. De az előző 10 vagy 8 naposhoz képest semmi. Igen. Jó, igen, tudjuk, hogy ott vannak, már érkezünk. Azt, ahogy elnézem, már itt is szinkronba fejeződtek be a dolgok, és az a baj, hogy ilyenkor lepavuzolja. Viszont, hogyha elindítom az egyiket, akkor így elindul teljesen az idő. Ezt remélem, majd valóban lehet állítani. És akkor Noi, szokásos módon itten automatizál. Aha, Lajos már 11-es. Noi a legfrissebb és legújabb. Lajos már, Lajos. Skacok. Mi van, akkor itt semmi extra, majd oda kellene a magas szintűek. Ja, várj, nem, ez mi volt? Ez a drónközpont. Mit akartok? Mert ott van valami. Ez rímel. Lajos, olajos. Drónokat. Nem csinálok drónokat, van elég. Na és akkor ti itten azt mondjátok, hogy akkor támadtok. Jól van, mi megszerezzük az XP-t. Na azt mondja, hogy a legnagyobb hajójuk az egy support. Tier 5, meg Tier 4-es. Tank DPS-ek, akkor DPS-eket szedjük szét hamar a tankunkkal. Nem vetted észre, Zoli. Én azt hittem, hogy neked ilyen gyors járás az összed, hogy már mindenkit így gyorsítasz. A legnagyobb. Hatalmas i7-es processzor, ami csak 10-15-ös. Ki kell emelni az i-t. Viszont gyorik szét őket. Ezt nem kiméljük őket. Vagy kéne egy gyógyítás is. Aha, nulla. Mit kapok? Jól növelt a sebzés mennyiséget, az semmi. Milyen két lapkodó repülőid? Már csak roncsalmokat látok. Ez jó lesz. 300-at visz le. Tehát gyakorlatilag meg fogja ölni a következő alkalommal őket. Tamaszek meg itt a szokásos módon, hiszen nem hagyja őket a szóval szűzni. Tehát konkrétan fel is ott van. Jut eszembe support a hajó. Nagyon is nem gyógyította, akkor ez gyakorlatilag meg fog halni. És mind is kiszívjuk még a maradék HP-t. Jó, ez itt az AOF. Biztos, hogy meghal, hogy ez nem aktiválódna. Nem volt rá a lassítás. Aha, 100%-ig immun. Ahogy figyeltem. Akkor így egy frontálisan bele. Most már úgyis mindegy. Ilyesmikor. Nagyon próbálkoznak, de így.
lepattam. És ezzel gyakorlatilag ki is végezzük. Az ilyetes protit nem lehet lesíteni, azaz. Hóó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 
Speed? Minden rendben. Itt az anyabolygójuk. Ezt már csak azt kéne ottan szétszedni. Jól van. Ott megérkeztetek. Még ide kiküldjük a főflottát. Csak hogy szerezzetek még egy kevéske XP-t. Csak így lőjük, elindítjuk. Itt megtörtént az automatizálás, a termelős növelés az meg volt. Ezt még megnézzük. Nem. Ezt a kis flottát nézzük. Aha. Tehát akkor innen már automatikusan fognak jönni az emberkék. Aztán majd a Harcon 6-ot így véglegesen feltuningoljuk. Ahhoz kell majd ennyi nyersanyag. És akkor a második flottát, ezt meg ide küldjük. Megnézzük a rendszert, itt nem voltak migránsok. És akkor ide kell Noi képessége. Pont, hogy a tudósok kellenek. És én tök jó, mert egyébként azáltal, hogy Noi így felnézett, legalább a női karaktert is el tudtam nevezni. Viszont előbb lesz a harc, vagy előbb megkapjuk a tier 6-ot. Vagy előbb befejezik a kolonizálást. Azt mondja, hogy először is a termelést növeljük, utána pedig jöhet az automatizálás. Azt mondja, hogy Noi, kérlek szépen több sötét nyersanyag legyen itten. Kicsit javítsd a termelést. Meg valószínűleg megérkeztek. És akkor most így milyen Hawaii DJ kiruccanásképpen jöttünk szétlőni itt egy pár idegen hajót. Ja, a supportok, szóval akkor jön a DPS. A Luci. Ja, halacska, megvan, leesett. A Luci. Azt hiszem, hogy meg valaki van Luci mellette. De már én is kérdem volna egy kevés szét belőle. Ja, van, pajzsokat föl. Ehhez gyakorlatilag lesz a gyegyből. Rátok a... nem rá, nem hatalosítás. Rá se hatalosítás, akkor jöhet a másodlagos. Itt meg... lejön a körönkénti gyógyítás, mert... why not? És akkor szedjük szét a supportot. Nem azt lehet most egy kicsit lassan jön. Összességében még így is többet viszünk be neki. Persze ott nem kimérnek, majd a legvégén gyógyítunk egy kevéskét. Aha, kérés. Még meg akkor jön a szeretet áradat. Megkínálunk mindenféle finomságtól itt fentiteket. Na, belehal, nem hal bele. Belehalt, rendben. Már mondom én, hogy csak ilyen nyári kibiztanásképpen jövünk ide. Mikor az végig szétlöttük őket, és közben gyógyítottuk magunkat. A flottát azért küldtem ide, hogy hát én legyünk semmi másért. Azt valószínűleg most megkapja valaki más is a 14-es szintet. Még több jutalom. Ó, és halak, ott vannak a halak megint, Tamaszett. Készmosan ő is túlszárnyalt engem.
akkor ezen az ágon megyünk, hogy gyorsabb legyen. Na, kellekkel és kell halat vadászni, skacok. Főflottával. Az kíváncsiság, ezek milyen halak. Tír 5, tír 4, tír 4. Mehettek. Hoppá. De akkor befejeződött a fejlesztés. Akkor már csak automatizálni kell. És akkor amint kigördül a tír 6-os hajó, akkor én itt búcsúzok, azaz valószínűleg mindjárt. Nem tudom, keresgéltem egy-két kis csatornákat direkt. De arra gondoltam, hogy nem mindig csak Fortnite legyen. Hanem majd valami kisebb érdekességeket is mutassak. Ezt pedig itt mindjárt nézek valamit. Ezt hát van. Hogyha meg nem, akkor valószínűleg a Fortnite-osok még mindig fent lesznek. Most valahogy az nagyon kellendő, elég sokan tolják. Még az is, aki alapból nem azzal indított. Na viszont itt skacok. Tier 6. Kifullozott. Mondjuk ide ez a gyűrű, ez itt szebb lett. Hát egy kis s***eket sem. Ó. Tagás még mindig live-ol. Az pedig egy... egy kicsikét olyan, mint a Fortnite. Azt talán lehet, hogy megnézhetjük. Viszont nézzétek, milyen beresz lett ez a hajó. Ezzel a képpel zárjuk. Még egy kicsikét megnézem, hogy mire jó. Aztán megyek. Ezt nem is képes feldolgozni a gépem, hogy milyen nagy hajó lett. Legnagyobb hajó. Kíváncsiságból hány modult rakhatok bele. Ja, berakhatok még egyet. Plusz sebzés. Mi az a hármas sebzés? Ezt kérjük. Ez találat. Plusz... Ah, adjuk ezt. Plusz sebesség. Ez a hajó már nagyon van tuningolva. És még egy valamit megnézek. Hogy véletlenül sincsen magasabb tír. Ez volt itt a maximum. Voilà. Akkor egy kis HP. Vagy sebesség tuningot kéne neki adni. HP tuning, ne? Ugyanis tank. Aztán ezt itt beállítom, azt mentek. Azt mondja, hogy mentés, és akkor itten mindjárt indítom a raidet. A raid az az, hogy vége. Már több mint 20 perce. Tehát egy viszonylag érdekes játékot találtam. Remélem tetszeni fog. Ez is Fortnite, de most Fortnite, PUBG, nem tudom miért is ezek a legnépszerűbbek, és van a legtöbb belőlük. Most egy kicsikét másfajta PUBG Fortnite-ot mutatok nektek. Nem, hát most azért ezt indítom, mert ezt itt látom, hogy megy, és akkor biztos, hogy jó helyre érkeztek. Na viszont akkor én köszönöm a figyelmet, azt majd 6 után még találkozunk. Addig is további jó napot, és... Sziasztok, jók legyetek! Szépen! Vagy... Öt perc, amíg illik, befejezi a filmet.